hogy több szempontból is egy szerencsés együttállás. Hát egyrészt, mert ugye szeretem ezt a témát, másrészt, mert hazai anyag, ugyanis debreceni polgároknak, iparosoknak, civiseknek a pitke gombjai kerülnek majd most itt bemutatásra, de majd azt is elmondom, hogy milyen speciális szempontból, úgyhogy ez abszolút, mivel én is debreceni vagyok, ez egy nagyon hát, mondjam, kedves téma nekem. Itt látható az előadás címe, és alatta mindjárt egy idézet. Ruházat, viselet, módos és nem szegény, ezüstgombos dolmányt hord a civis legény. És még folytatódik ez a vers, Mészáros Károly, egy debreceni népies költő sorai ezek, 1862-ből. Ez csak egy ilyen kis hangulati elemként tettem ide az elejére, ami ez a kis idézet ugye már egyből konkrétan, mint hogyha mi kértük volna fel ezt a úriembert, hogy faragjon nekünk valami rímet erre az előadásra. Ez nagyon jól pászol ide. Illetve már most itt a legelején szeretném hivatkozni és megemlíteni dr. Hajdú Tamásnak a nevét, aki a történelmi tudományok kandidátusa, és a kandidátus értekezését a debreceni férfiviseletek, 19. századi férfiviseletekből írta. Tehát tulajdonképpen ő ennek a témának igazi szakértője. Én biztos, hogy nem tudom majd olyan szakszerűséggel prezentálni ezt a témát, de mi most egyébként is ugye a pitykegombok szempontjából fogjuk ezeket a, vagy fogjuk ezt a korszakot és ezeket a viseleteket megnézni, és hogy hogyan nézzük meg, az a másik, tehát ennek az együttállás rendszernek a másik, hát talán a legjobb szelete, vagy hogy mondjam, a legnagyobb szerencse, a Gondi és Égei debreceni műterem, fotóműteremnek az archívuma, ami azért tettem itt be, ez most itt furcsának hatott, hogy egy ilyen képernyő fotóval kezdődik ez az előadás, de tulajdonképpen a legfontosabb forrásunk található ezen a internetes felületen, hogyha valaki gondolja, akkor fel is írhatja, vagy lejegyezheti. gondi-egei.derimuseum.hu, tehát a debreceni Déri Múzeumban található ennek a fotóműteremnek az archív anyaga. Hogyha valaki üresbe rányom arra a kis nagyítóra, tehát elindít egy üres keresést, akkor egy nagyot fog sóhajtani, mert a kiadott találatoknak a száma 32 000 közeli, tehát 32 és 33 ezer fotó között van. Tehát ez egy döbbenetes mennyiségű anyag, és tulajdonképpen én nekem sem volt még szerencsém arra, hogy ezt végig tudjam egyenként nyálazni. Ez az archívum egyébként egy nagyon jó dolog, és úgy gondolom, hogy hálásak lehetünk, hogy a Déri Múzeum ebbe energiát fektetett, hogy létrehozzák ezt az internetes felületet, ahol elérhető. Láthatjuk itt azt is, hogy 1862 és 1903 közötti időszakra esnek ezek a fotók, a készítési idejük, tehát már így időben is be tudjuk határolni magunkat, és a kereső felület egyébként megint csak jó, és hát azért megkönnyíti ennek a egyébként szinte felfogadatlan mennyiségű fotóanyagnak a keresését. Különböző szűrőkkel lehet, akár a viselet szerint, akár a személyek szerint, vagy a fotón szereplő kellékek szerint keresni. Ez a kereső motor mondjuk az én tapasztalataim szerint nagyon jó és nagyon hasznos, de azért nem feltétlenül pontos minden esetben, de nagyban megkönnyíti a keresést. Azt is megpróbáltam, hogy akkor én kis személyesre vegyem a hangot, tehát megpróbáltam azt is, hogy mondjuk pár napig vagy egy hétig nem kapcsolom ki a gépemet, és akkor így folyamatosan görgettem, tehát ez nem értek az informatika, az olyan a honlap, hogy ahogy így görgetünk lefel, akkor mindig betölt újabb, nem tudom, 10-20 fotót, és akkor hát ha valakinek esetleg erre van ideje, vagy van valamilyen megoldás, vagy valakit erre tud alkalmazni főállásba, akkor nyilván így is átnyálasztható ez a 32 000 fotó, vagy az ember mondjuk, nem tudom, két hónapig nem kapcsolja ki a számítógépét, és akkor folyamatosan tölti be a képeket. Minden esetben nagyon informatívak a fotók, és a már említett és hivatkozott Hajdú Tamás is ennek a fotóanyagnak az alapján vizsgálta a debreceni férfi viseleteket 19. század második felébe. Erről egyébként ő egy tanulmányt is írt, tehát a kandidátus értekezésének egy rövidített formájának tekinthetjük tulajdonképpen, ami el is érhető.
az első fotókon, mert próbáltam egy kicsit úgy rendszerezni, logikázni, hangsúlyozom még egyszer, hogy nem a előbb említett okok miatt nem a 32 ezer fotó teljes anyagából válogattam. Én nekem az elmúlt időszakban, amikor úgy időm volt, meg amik a legjobban megtetszettek, lementettem egy olyan 250-270 darab fotót, azokból próbáltam válogatni, nem kell megijedni, nem fogom most itt rázugdítani a jelenlévőkre ezt az összeset. Próbáltam egy kis rendszert, ugye a gombok, hangsúlyozom, hogy a gombok alapján, de hát ez valóban viselettörténeti szempontból, ez az anyag, a Gondi és Égei fotóműtermének a fotóanyaga, ez egy igazi kincstár, egy ilyen paradicsomi állapot, tehát a viselet változása, hogy itt a felvázolt időskálán nagyon szépen látszanak a különböző viseletelemeknek a változása, hogyan alakultak át ezek alatt az évtizedek alatt a viseletek, milyen szempontok érvényesültek egy-egy viseletelemen és milyen változás ment végbe. Itt az első néhány fotón azt a, tehát a pitykegombok szempontjából azt a viselési módot szerettem volna, a pitykegombok viselési módját felmutatni, ahol a huszárok viseletéről mindenki által ismert, sűrűn, egyetlen zsinórból felvart díszítésen találjuk a pitykegombokat, ugye egy zárósorban, tehát ami a pitykének a funkcióját képviseli, az összezárás tekintetében, illetve ezeknek a zsinór díszeknek a végén is, a külső szélén is általában pitykegombokkal vannak erősítve ezek a díszek. Nagyon sok mindenbe bele lehetne menni a fotókon, igyekszek majd visszafogni magamat, például ennek a fiatal legénynek a szűrén, ami egy deák szűr, tehát egy polgári, az ismert hagyományos cifraszűröknek egy polgárias változata, ez a kivitelen is a kialakításán is látszik, illetve a különböző stílusegyek alapján is. A másik fotón, ami érdekes, hogy a pitykegombok tekintetében, tehát ugye a tavalyi előadásokon is nagyon sok igyekeztünk sokféle pitykegombot, szép gömb alakú, különböző díszítésű pitykegombokat bemutatni. A baloldali úriembernek a mellényén viszont egyszerű lapos fénygombok vannak, azt is tekintetjük tulajdonképpen pitykegombnak, tehát egy egyszerű lapos korong és egy fül van rajta. A fotókon jellemzően ezek is megjelennek, de akár ilyen kombinációban is, mondjuk a mellényen ilyen lapos gombok vannak, a dolmányon, a mellényfelett viselt dolmányon viszont már gömböldett pitykegombok. Következő fotón is még ilyen dolmányokat láthatunk. Itt ugye próbálok majd ebbe is egy kis rendszer csempészni, mint a fotó, vagyis a diák sorába. Itt is láthatjuk, hogy ez a folyamatos zsinórzat jelenik meg a szép kurta dolmányon. Nekem egyébként ez a baloldali kép az etalon, hogyha fogalmazhatok így, nyilván ez egy személyes vélemény, tehát hogyha a 19. század második felének a debreceni férfi viseletének a karakterét akarnánk megfogni, már mondjuk miért ne, akkor én biztos, hogy ezt a képet mondanám, hogy a kis kiajánlónkban az interneten viszont a másik kép kerül be, mert a pitke szempontjából az egy igazán impozáns fotó, hiszen látjuk, hogy itt ráadásul a zsinórzatnak a szélső szegélyén is duplán és egy kicsit így eltolva, tehát egy ilyen játékos formában jelennek meg a pitykegombok, ami még érdekesség, hogy ezen a kurta dolmányon megjelenik egy zsinór által vető, ami egyébként a mentéken volt ez használatos, ugye ez a anyukára vetett mentéknek volt a kelléke, de itt például ez egy izgalmas, megint csak a viseletbe való hát hogy mondjam, változásoknak az egyik nyoma, hogy itt már átkerült a dolmányra, Hajdú Tamásnak a dolgozatában nagyon szépen ezeket levezeti, taglalja, hogy hogyan mentek végbe ezek az átalakulások. Ugye látjuk, hogy egy nagyon erősen magyaros jellegű, tehát ezt is, hogyha meg akarnám fogni, mit jelent az, hogy magyaros ruházat, akkor ugye látjuk, hogy ez a huszáros, tehát zsinórzat, a dolmány mell részén, a kézelőjén is, a nadrágon is nagyon hangsúlyos, nagyon széles zsinórból kialakított, és egészen ez még ennél talán, hát hogy mondjam, durvább kialakítású nadrág zsinórzatok is vannak, ami egészen a tért kalácsig lenyúlik. Ugye szűk szárú ellenzős magyar nadrág ennek még a része ennek a viseletnek, illetve oldalvarrott puha szárú ványolt csizma, és ezek forgatós csizmák voltak még itt a század közepe táján, de a fotókon ez is lejön, hogy például a csizmaviselet is hogyan változik már a század végére. Azt jelenti, hogy fordítós csizma volt, csak érdekességképpen esetleg ezt megemlítem, hogy minden nap cserélték
tehát nem volt jobb és bal a páron belül, hanem minden nap cserélték, hogy egyformán kopjon a csizma. Kalapokról is lehetne szót ejteni, de nem szeretnék nagyon elkalandozni. Mindenképpen a teljes zsinórzatú dolmányunknak a pitkegombokkal kiemelt, erősített változatait szerettem volna itt bemutatni. Itt a baloldali képen látható, amiről beszéltem, tehát ez a zsinórból kialakított átalető, ugye megint csak dísze is volt a viseletnek. Láthatjuk, hogy ezek a felső ruhák is már az előzőekhez képest nagyobb gombokkal vannak, vélhetően ez is gombokról van szó, nagyobb gombokkal vannak ellátva. Itt már ezeken a prémes szegélyű felső ruhákon gombolók vannak, tehát nem folyamatosan futó zsírozat, hanem gomboló szárok, és ezeknek ugye értelemszerűen az egyik felén egy urok van, amiben ugye a másik félen elhelyezett pitkegombokat lehet beakasztani. Ezeket azért tettem ide be, hogy egy kis szint vigyünk itt ezzel a prémes szegéllyel a dologba. Itt pedig már azt láthatjuk, a baloldali azért izgalmas szerintem, mert hogyha megnézzük, akkor majdnem olyan a baloldali figurának a tolmány zsinórzata, mint amit itt az előbb kiemeltem, pedig egyáltalán nem olyan, ugyanis az előző ez a szagúfás folyamatos zsinórzat volt, itt pedig már lapos gomboló szárak vannak, viszont olyan szélesek, és ugyanazt a egyre rövidülő, ezáltal a vállat és a férfias alkatot kiemelő módon vannak elhelyezve, hogy első ránézésre a szemnek olyan, mint hogyha ez is ez a folyamatos huszáros zsinórozás lenne, pedig nem, ezek különálló gombolók, és megint csak szép méretes ezüstgombokkal vannak ellátva. A másik oldalon is talán ott egy kicsit a színek miatt jobban kivehető, hogy ilyen gombolók vannak felvarva és gombokkal ékesítve. Láthatjuk azt is, ezt szerintem tavaly is már érintőlegesen vagy említettük, hogy egy ilyen általános szabályként mondhatjuk el, hogy a ruházaton mindig a belső rétegen van több pitykegomb és kisebb méretű, és ahogy haladunk kifelé, tehát itt is a mellényen kisebb méretű pitykegombok vannak, míg a dolmányokon szemmel látható, hogy már nagyobb méretűek ezek. A számokat tekintve, hát nem végeztem erről statisztikát vagy kimutatást, van olyan is, hogy megegyező számú a mellényen lévő pitykék száma és a dolmányon lévő, de általában a mellényen lévő pitykék nagyobb száma vannak, mint a dolmányon lévő. Ez azt jelenti ugyanakkor, tehát a tavalyi témánkhoz és itt a kiskunsági pitykegomb viseletnek a abba való fürdőzéshez egy kicsit azért, ez hát nem is visszalépés, de egy kicsit azért visszafogottabb. Itt 9, hát elvétve 10 is, 11-12, ritkán 13, inkább én azt mondom, hogy ez a 9 és 12 közötti darabszámú pitykék szerepeltek a mellényeken. Itt már olyan viseleteket szeretnék megmutatni, amik szintén pitykés viseletek, de már a dolmányon nem találunk pitykét, a dolmány alatti mellényen viszont azért hangsúlyosan ott van a pitke, és hát láthatjuk, hogy nagyon szépen érvényesül, tehát ugye így a kinyitott dolmány között a pitke sor az nagyon szépen, még így ezeken a régi fotókon is szinte kiviláglik, és a fejnám még a figyelmet itt ugye a gatyaviseletre, ami azért egy ilyen módos gazda benyomását kelti, de egyébként akiket a fotókon látunk, ők a debreceni civisek voltak, tehát a polgárjoggal rendelkező kereskedők, iparosok, és a felsőbb, tehát a társadalmi rétegnek a tetején elhelyezkedő férfiak is ezt a magyaros viseletet előszeretettel hordták, de a civisek nagy része is a zsinórozott ruhának nagyon szívesen hódolt. Ebben ugye megfogalmazódott egyfajta politikai állásfoglalás és nemzeti elhivatottság, és hát ugye maga a hagyományőrzés is. Nagyon sokáig ragaszkodtak ehhez a hagyományos magyaros viselethez, ez tulajdonképpen a korban is már ilyen, hogy szokták ezt mondani, tehát hogy ilyen legendás volt, hogy ezek a debreceniek mennyire ragaszkodnak régi dolgaikhoz. Érdekességként tettem itt be ezeket a fotókat, ott a túloldalin láthatjuk, hogy ilyen egészen különleges alakzatokban vannak elhelyezve pitykegombok, tehát ez az már, bár válogattam még a végére olyan képeket is, ahol
tényleg valamilyen más rendszer szerint, vagy valamilyen furcsa módon vannak pitykegombokkal díszítve a ruhák. És itt jól látszik még ezen a képen, hogy a kézelőn is, tehát a felső ruha ujjánál is vannak elhelyezve pitykegombok. Ezeken is kötött zsinórzat van, és abban vannak elhelyezve a prémes gallérú felső ruhán a pitykegombok, amik ugye szépen is megint csak kivilágulnak és megmutatkoznak az archív felvételeken is. Megint ugye a gatyás viselet az számomra arra utal, hogy ez inkább egy nagy gazda legény, mint egy mondjuk civis kereskedő, és természetesen megint csak Hajdú Tamásnak a tanulmányára utalnék, hogy szépen taglalja ezeket, hogy mik voltak azok a viselet elemek, amik esetleg keveredtek, váltakoztak attól függően, hogy milyen anyagi szinten és milyen társadalmi helyzetben voltak azok az emberek, akik viselték. Egészen meglepő és érdekes variációk is születtek így a hagyományos viseleten belül is. A érdekesség, hogy egy különleges gombtípusra lettünk figyelmesek Csabával a kutakodás során, és Csaba végül is meg is találta ezeket a gombokat, a Déri Múzeumnak a gyűjteményében szerepelnek ilyen gombok. Nem tudom, mennyire látszik, a huszár ruhákról ismerős, ugye ez a kis csavart mintázatú somgomb, amik ilyen állásban vannak elhelyezve. Ezek viszont nem olyanok, nem tudunk sajnos közeli képet mutatni róla. Tulajdonképpen ezek is két vége felé csúcsosodó gombok, két kis cseccsel a végén, és valamelyiken még a közép részen, ott a legvastagabb részén kis virág díszítés is van, tehát nagyon kis míves gombok, engem az indiai ékszerekre emlékeztettek, úgyhogy én magammal mindig ezt ilyen indiai gombnak hívom, de nyilván ez egy teljesen, hát hogy mondjam, fals, vagy abszolút egy ilyen saját kis fantázia elnevezés. Itt a két kép, vagy ennek a párnak a két fotónak az lett volna a lényege, hogy azt mutassam, hogy ezeket a különleges gombokat viselték úgy is, hogy a gombolónak ugye a külső felén is elhelyeztek valamilyen fémgombot, akár pitykét, akár megint csak a huszár egyenruhákon ismert kis rozettás mintázatú lapos fémgombokat, de úgy is viselték ezeket a érdekes hosszúkás két vége felé csúcsosodó gombokat, hogy a gomboló zsinórzatnak a külső felén nem volt valamilyen vitézkötés, vagy valamilyen burkos díszítés lehetett, de gombbal azt nem ékesítették, viszont láthatjuk, hogy mindkét viseletnél a mellény hangsúlyos a maga pitke sorával, sőt itt a hozzám közelebb lévő alapnál már itt a mellénynek ez a kis redőzése már sejteti ránézésre is, hogy itt valamilyen finom anyagú melléről van szó, és akkor itt megint csak az mutatkozik meg, hogy valószínűleg egy jómódú, előkelő úriember, aki ezt viseli, és akkor egy kicsit a mellények fele kezdünk most elindulni. Három olyan képet válogattam össze, ami szerintem a maga nemében egy kissé talán mondhatjuk, hogy extravagáns, hiszen láthatjuk, hogy mintás anyagból készültek, értem szerint ezek sejem vagy brokát, vagy valamilyen nemes anyagból lettek kivitelezve ezek a mellények, és a már korábban is látott ezüst pitykés zsinórdíszítéses dolmány alá a magyar nadrághoz is felvették ezeket a mellényeket. Nekem nagyon tetszik ez a, hogy mondjam, ez a fajta stílus, hogy ezt a képposztóból készül fekete zsinórzat, tehát tényleg ezt a kicsit ilyen puritánabb és magyaros viseletet szerintem nagyon szépen feldobja egy megfelelő mértékben egy-egy ilyen mellének a használata, az ilyen viselet egységbe való beépítése, egészen extrém, ott a túlsó oldalon például ez a ilyen négyzetes mintázatú anyag, de mindenképpen, illetve hát ez a másik kedvencem, ez a figura itt ezzel a jampis beállásával, szerintem egy igazán jó karakter. Hát most már beiktattuk, úgyhogy... Lezárodik a nevezési határok. Jó. Aki Bajusz Mustrára nevezne, az most felment is kap. És távozhat, igen. A földnek a ruháján is ilyen erőteljes gombok vannak. Erőteljes gombok vannak, igen. Hát nem tudom, miből lehetnek azok a gombok.
elképzelhető, ez is bőrön, de lát, sötétebb árnyalatot, tehát vagy valamilyen kőből esetleg, vagy üvegből, de én azt is el tudom képzelni, hogy ekkor nem tudom, volt egy bakelé gombok, vagy ilyen bakelé, az 1920-ban. Akkor az még nem, akkor lehet, hogy valamilyen ásványgombok kellene, nem látszik, hogy a ezéshez képest teljesen más lesz sötétebb az árnyalatot, úgyhogy próbáltam összeszedni, vagy azokat a viseleteket, de jelen voltak a kötött gombok is. Hát ezt én pontosan nem tudom, megint csak Hajdú Tamásra hivatkozok, nem tudom pontosan megmondani, hogy mi volt. Nyilván egy esztétikai igény is esetleg mögötte, vagy anyagi hát vonzata is lehetett ennek, hogy valaki ezüst pitke gombokat használt, vagy nem. A maradottakat továbbra is húzikon, hogy engedjük el, akit el kell engedni. És akkor itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ami mellényeket látunk itt kikandikálni, a szakirodalomban ezek a úgynevezett klasszikus iparos mellények, tehát ez a debreceni iparos mellény, ahol látjuk, hogy itt már azért elütőszínű, tehát fényszálas zsinórral vannak összeakadva, ilyen mélyebben vágott mellények, megint csak bársonyból, selyemből valamilyen finomanyagból készültek, és a mindkét fotón, de főleg itt a túloldalén látjuk, hogy azért nagyon jelentős méretű pitykegombokat használtak a dolmányon, és azért ott azon a fotón jók a fényviszonyok, és itt már azért jól látszik, tehát ezeknek a gomboló zsinórzatoknak és a kézelőn lévő zsinór díszítésnek, a nadrágon lévő zsinór díszítésnek is a mikéntje, illetve amik jellegzetességek, és majd ezt fog még látszani következő fotókon is, ezeken az iparos mellényeken, hogy zsinórral voltak körbeszegve, és akkor itt láthatjuk, hogy ilyen kis hármas hurok kialakítást jelenik meg a mellény sarkaiba, sőt, a mellény oldalán is lesz majd még olyan fotó, ahol jobban látszik, mint is hármas hurkok, tehát ahogy vezették a zsinort a mellénynek a szélén, és hármas hurkokat alakítottak ki, tehát ezek is adtak egy kis dísz, egy kis szint ezeknek a viseleteknek, bár hát azért láttuk, hogy alapvetően is elég impozánsak és szépek voltak ezek a mellények. Itt ez a két alak, ez megint csak itt ugye az iparos mellényhez kapcsolatban. Az egyik, ez azt hiszem, ez egy vendéglős figura, a másik pedig, én úgy gondolom, hogy egy mészáros, megint ugye látjuk a fenyőacél ott lóg rajta, illetve a késtok. Megint csak az a kockás, vagyis ilyen négyzetes mintázatú anyag, ami szerintem zseniális, nagyon hangulatos, és úgy egy kicsit talán meglepő is, hogy pont ebbe a puritán debreceni ízlésbe még akár ez is beleférhetett. Itt ugye látjuk megint csak arra írnám fel a figyelmet, hogy biztos valami nagyon finom anyagú selyem mellényről van szó, ez látszik a fényén, a redőzöttségén. A baloldali figurán, a túloldalinál pedig megint csak amire utaltam, hogy ez a úgynevezett iparos mellény, tehát ez a mélyebben vágott, és itt viszont csak egy gomboló szár van, tehát egy hurok van zsinórból kialakítva, ami összekapcsolja a mellényt. Próbáltam közeli fotókat, portrékat válogatni, hogy hátra egy kicsit magukat, a gombokat is jobban szemügyre tudjuk venni. Itt a baloldali úriembernél ezek valószínűleg egyszerű ezüst, vagy akár alpaka is lehet. Ez a klasszikus, szirmos, csecses pitykegomb figyelhető meg, főleg itt a felsőn, ahol ugye egy kicsit ki van fordulva a gomb, és jobban lehet látni a kialakítását, illetve itt látszik a zsinórzat is, ugye például a gombolókurok. A középső alaknál itt látszik talán jobban, amiről az előbb beszéltem, ez a huszárgombhoz hasonló ilyen nyújtott és a két vége fele hegyesedő gomb, illetve ennek az úriembernek már, hát nem biztos, hogy önök látják, de közelről vizsgatva az látszik a mellény gombjain, hogy valószínűleg ilyen bordázott kialakításúak, tehát mint az enyémek, egy vagy ilyen sárgadinnyésnek is nevezik ezt, tehát nem homogén gömbfelület, hanem megvan ilyen kis nyilván megfelelő eszközzel kialakítva a lemezbe, és akkor egy ilyen kis bordázott felülete van. Én legalábbis ezt teszem ki, de ez egyébként össze is cseng, például más tájegységek hasonló társadalmi státuszú viseleteiben használt gombokkal is, például ehhez hasonló szolnoki gombok kialakításával is.
A túlsó alapnak megint csak egy egyszerűbb, szerintem egy ilyen szívos, csecses viselete, vigykert viselete van, láthatjuk, hogy óralánccal is kiegészülve. És akkor itt még összeszedtem pár olyan fotót, amire már utaltam az előbb is, ahol, hát hogy mondjam, a rendhagyó vigykert viseletről van szó. Más tájegységek viseletében egyébként ismerős ez az álló gallér, de kihajtott elej rész, ami ugye pitykével van legombolva, illetve itt is egy tehát egymásra fedő két soros felső ruháról van szó. Láthatjuk, nagyon szépen kijön a kézelőnek is a pityke rögzítése. Úgy gondolom, hogy az én megérzésem alapján, illetve az átnézett fotók alapján ez szerintem egy különleges és a többitől egy kicsit eltérő pitke viselési mód. A középső alapnál megint láthatjuk, hogy ott a nagyon apró fémgombok szinte egy ilyen keretet, mintázatot adnak ki. Ráadásul itt valamilyen többszörös láncok is, valószínűleg óraláncok, vagy ilyen díszláncok is erősítik ezt a viseletet. Tehát itt tulajdonképpen megint csak a nagyon aprók a pitykék, de mivel nagyon sok van belőlük, ezért tulajdonképpen azok uralják és azok adják a viseletnek a karakterét, a díszét. Ott pedig a túloldalon a két kis legény megint csak ilyen érdekes, hát hogy mondjam, tehát ilyen különböző vonalakba felfűzött pitykékkel készült kis kabátját vagy újast visel, megint csak egyébként ezzel a gallér megoldással, tehát ezek szerintem maguk módján rendhagyók, vagy legalábbis nem abba a klasszikus karakterbe esnek, amiről beszéltem. Itt pedig hát láthatjuk már a pózokból is, hogy ezek már ilyen maníros beállások, népszínműek, ez kapcsolódó, és a betyár és a többi nemzeti zsánerhez kapcsolódó fotók, tehát ezeket hangsúlyozom, hogy ezeket nem azok alá kell vennünk abba a kategóriába, ami a valódi hiteles viseletet mutatja be. Viszont, mivel itt is azért hangsúlyosan jelennek meg pitke gombok, ezért ebből is egy ilyen kis rövid válogatást adtam össze. Itt is láthatjuk, hogy ilyen különböző minta van kirakva, a zsebben is több gomba, gombolósorban is. Aztán itt a középső figurának is, mint a tulipános mellényeken, csak ugye apró gombokból kirakva, mint hogyha egy ilyen virág vagy növény ágazna ki, még a tetején egy ilyen kis háromszögszerű szirom is ki van rakva. A túlsó alakot inkább a mellének, ez a kis márnál dicsbe hajló ilyen virággal telehímzett mi volt, ami esetleg érdekes, hát láthatjuk, hogy ez a kendővel rákötött nemzeti szín szalagat, tehát ez valószínűleg valamilyen népszínmű előadásnak a karaktere, akiről itt szó van. És akkor néhány valós tárgyat is szeretnénk megmutatni, mellényeket. A Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeumból, ami az én munkahelyem, ott is van, hát ugye a Hajdúszoboszló Debrecen közelségébe is fekszik, és ott is tulajdonképpen a megjelentek azok a viselet elemek, amikről most beszélünk, és a mi múzeumunkban és a gyűjteményben vannak olyan mellények, amiket én most be tudtam fotózni és önöknek megmutatni. Kiemelve esetleg azokat a részleteket, amiről beszéltem, itt egy szép bordó bársony mellény van, bár itt a kivetítőnek a adottságai nem biztos, hogy annyira megjelenítik ezt. Amire már utaltam, látható, hogy egy nagyon kis finom fémszálas zsinórral van körbe szegve tulajdonképpen a mellény, és akkor igyekeztem ott kiemelni kis részletfotókat is arról, amit már az előbb is mondtam, vagy fejtem rá a figyelmet, hogy kis hurkokkal, ilyen kis hármas kötésekkel, hurkolásokkal erősítették a mellénynek az esztétikáját. Tehát tulajdonképpen, hogy mondjam, semmi olyan komolyabb dísz nincsen rajta, vagy semmi olyan nagy felületű, vagy nagyon, hát hogy mondjam, nagyon erős kialakítású dísz nincs rajta, ezekkel a kis egyszerű, kis nüansznyi hurkokkal erősítik a mellénynek az esztétikumát. A másik, a kedvencem a ottani mellényeink közül, ez nem is virág, hanem mint hogyha valami, nem tudom, barack vagy alma lenne, ilyen kis bársony, mintás bársony anyag, nagyon szép, kisméretű mellény. Itt próbáltam egy közeli fotót is készíteni róla, hogy ez a klasszikus alpaka gombok vannak rajta, amit ugye szirmos, csecses típusnak hívunk. Itt talán most itt a fényviszonyok nem adják ki jól, de itt gompárnával vannak felfűzve a gombok. Ugye tavaly is erről sokat beszéltünk, hogy itt a Kiskunságban, a Dél-Alföldön ez kifejezetten jellemző volt, hogy a gombok egy posztóból készült
csíkra voltak rá fűzve vagy rá varva, és aztán úgy voltak a mellébe gombolva, de itt például ezen a debreceni, hát épp Hajdúszoboszon található, de debreceni viselet körbe tartozó mellényen is láthatjuk, hogy ilyen csipkézett, szélű posztó gombpárnára vannak a gombok felfűzve. Itt ugye az anyag azt tulajdonképpen elviszi a balhét, hogy ilyen csúnyán fogalmazza meg. Tehát maga az anyag annyira különleges, érdekes, hogy itt megint csak semmilyen más extra díszítés nem található a mellényen. Itt a gallér hátsó részén ott van megint csak ez a kis vitézkedés forma, tehát ez a kis hármas kurok. Tulajdonképpen az az egyetlen ilyen díszítménye, de zsinórral ugyanúgy körbe van szegve. Ez pedig egy selyem mellény, szintén a Hajdúszoboszlói Bocskai Múzeumnak a gyűjteményével, amit most erre az alkalomra befotóztam. Izgalmas csavart, mi ezt ilyen csavart gombnak hívjuk, tehát ilyen csavart bordázatú gombok találhatók rajta. Az anyaga egy szép, hát egy kicsit már nyilván kopott, de egy nagyon szép, finom selyem anyag. Itt a közeli fotón megint csak látszik, hogy gombpárnára vannak felvarva a gombok, és itt a gombpárnának ugyanúgy, ahogy azt ismerjük, például a dél-afrikai kismunsági viseletben is, ugye a cakkozott szél az kilátszik a mellényszárny alól, tehát megint csak egy plusz esztétikai tartalmat tesz a mellényhez, de látjuk, hogy nagyon szép, tehát a varrások nagyon szépen futnak, látszik, hogy egy igazán mesteri, művesen kialakított mellényről van szó, viszont ez nincsen zsinórral, szegve és tulajdonképpen semmilyen díszítés nincs rajta, a gombok viszont elég különlegesek és látványosak, illetve maga a kialakítás és maga az anyag is, én úgy gondolom, hogy már így is rangossá és szépé tette ezt a mellényt, és akkor itt van egy találat, ugye a legelsőként hivatkozott mellény a Szoboszlói Múzeumnak az anyagából, és hát valószínűleg nem pont ugyanez a mellény, meg igazából ez a képen is látszik, de a párhuzamba állítottam a Néprajzi Múzeumnak az egyik fotójával, ugye egy csipóson látható egy mellény, és hát majd esetleg közelebb is meg lehet nézni, nem tudom mennyire látszik, például itt a mellrésznél lévő zsebnek ehhez hasonló, bár ott csak középen van meg a három kis urok, nincsenek ezek a kis sarokdíszek, de olyan kis zsinór burkolású díszítése van, illetve látszik ott is a mellény szárny sarkánál ez a kis befele álló hármas urok, tehát az a mellény az biztosan egy ilyen debreceni iparos mellény, ugye ez megint csak izgalmas következtetésekre ad okot, ezeknek a mellényeknek a úgymond másodlagos felhasználása vagy utóélete kapcsán, tehát hogy ezeket a akár a debreceni vagy a környékbeli mezővárosoknak a polgárai, iparosai által használt nemes anyagból készült és míves kivételű úgynevezett iparos mellényeket használhatták másodlagosan, akár pásztorok is, hogyha már hozzájuk került, illetve nem beszélve arról, hogy például ezen a mellényen, amit itt a múzeum gyűjteményéből befotóztam, ugye nincsenek pitykegombok, ez megint csak a pitykegomboknak a textíliánál és a ruhadarabnál tovább tartó használatára engednek következtetni, tehát valószínűleg ezeket a pitke gombokat valaki tovább használta, sőt, ráadásul ezen 9 darab gombjuk van, úgyhogy ez a kortobágyra állítólag jellemző 9 gombos teóriát is erősíti, úgyhogy ezt nem szeretném tovább hozni, mert ez már megint más távlatokat nyit meg. Minden esetben ezt a 9 gombot valaki biztos, hogy ebből a mellényből kivette, és aztán tovább használta. És akkor, bár én nem lettem megkérve, de akkor én sem személyes irányba vinném el egy kicsit, meg egy kis életszagot adnék ennek a dolognak, itt a gyönyörű archív fotóknak. Ez egy olyan viselet lesz itt, ami bemutatásra kerül, ami 3 éve készült az én megrendelésemre a bemutatott fotók alapján. Nem tudom azt mondani, hogy teljesen pontos, hiteles rekonstrukció, tehát ugye vannak olyan elemei, amit nem tudtunk, nem volt hozzá megfelelő forrás, hogy teljesen hitelesen rekonstruáljuk, például a hátának a zsinórzata, de a most megismert, megtekintett fotók tanúságait és azt a karaktert felhasználva készültek el ezek a viselet darabok. Bánószki Péter készítette, Szabó mester és viselet készítő, aki sajnos ezt követő évben viszont tragikus hirtelenséggel elhunyt, ami úgy gondolom, hogy valóban nagy veszteség mindannyiunk számára, mert egy igazi szakember volt, tehát talán ő volt az egyik utolsó, akinek mestervizsgája volt, és
és tehát valódi szabó mester volt, nem pedig egy viseletkészítő, vagy viseletet, vagy varni tudó és viseleteket készítő ember. Láthatjuk itt is, hogy próbáltuk megvalósítani ezt a folyamatos zsinórzatot, ugye ezt a huszáros magyaros hangulatot, a kézelő zsinórzatát is, illetve a többi viseletelemnek, például a magyar nadrágnak a zsinórzatát is, a archív fotók alapján fogalmazta meg Bánócki Péter, tehát ez egy hát elmélyült és komoly munka volt, de hangsúlyozom, hogy még így is természetesen hagy kívánni valót maga után. Itt a felén közelebb eső fotón, az amely látható, ami most is rajtam van. Ez a viselet volt nekem a vőlegényi viseletem, tehát erre az alkalomra készült, és így nézett ki, hát mondjuk annyira nem látszik a fény viszonyoknak köszönhetően, mondjuk a zsinórzat, de én így próbáltam, mint debreceni hagyományőrző vőlegény valamilyen formába és a lehetőségekhez, adottságokhoz képest feleleveníteni ezeket a hagyományokat, a viseleti hagyományokat és ezt a fajta karaktert megjeleníteni. Készült hozzá a első fotón rá a ifjú legénynél megmutatott szűr is, tehát ez a polgárias szabású deák szűr is, az most itt a fotón nem látható, és nem azért tettem ezt a végére, hogy most itt valamilyen hát olyan feltűnési viszketességemet éljen ki, hanem hogy egy kicsit személyesebbé tudjam tenni ezt a témát az archív fotók után, és talán, hogy mondjam, egyfajta motivációt is adni, hogy ezeket a dolgokat meg lehet valósítani. Biztos, hogyha mondjuk újra készíteném ezt a viseletet, biztos sok olyan dolgot lehetne rajta javítani, amit tanulságként levontunk, de úgy gondolom, hogy bele kell ezekbe a dolgokba vágni. Szakember találni nem egyszerű, sokszor megfelelő anyagot se. Ezt még érdekességképpen, ha elmondhatom, akkor ugye, amikor Bánócki Péterrel először sikerült tárgyalnom, akkor ugye az alapanyag is szóba került, hogy miből lehetne ezt megcsinálni, ugye kék koszó anyagból, és akkor mondta, hogy Angliából tud hozatni, métere 30 000 forint, azt hiszem, finom